trianoni békeszerződés aláírását követően Horthy Teleki Pált bízta meg miniszterelnökként kormányalakítással. Teleki a fehér terrort azonnal felszámolta, kormányával kiadta a földreform törvényt. A termőterületek alig egy 1/15-ét osztották szét, hogy enyhítsenek az elégedetlenkedő falusiak panaszán. Telekihez fűzhető az a törvény, ami korlátozta a zsidók arányát az egyetemeken. Ez volt a Numerus Clausus. Negyedik Károly ebben az időszakban döntött úgy, hogy visszaveszi az irányítást. Elvégre Magyarország még királyság és üres egy patrón, ő a magyar király, akinek ott a helye. Horthy külpolitikai nyomásra hivatkozva utasította vissza a királyt, aki azt hitte, hogy ha visszatér az országba, Horthy hatalma teljesen meggyengül. A kormányzó jól érezte, hogy erős külpolitikai nyomás nehezedik az országra, különösen, hogy Negyedik Károly csökönyösen ragaszkodott címéhez. Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia szövetséget alkotva hozta létre a Kisantantot, aminek célja, hogy külpolitikailag korlátozza Magyarországot, elszigeteltségben tartsa. A király hazatérési kísérletét követően Teleki lemondott. 1921-ben Bethlen István alakított kormányt, aki egy kisebb revíziós sikerrel kezdte a gazdaságilag és külpolitikailag nehéz időszakot. Népszavazás útján az Ausztriához csatolt Sopron magyar város lett. Nem véletlenül nevezik azóta is a hűség városának. Negyedik Károly második alkalommal próbálta visszavenni a trónt, azonban a csekély létszámú fegyveres csapatát szétverték, a királyt elfogták és kitessékelték őt az országból, válaszul a nemzetgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. Bethlen belpolitikája a konszolidáción, vagyis a belső megerősödésen alapult. Kiegyezett a szociáldemokratákkal, így az MSZDP nem került betiltásra, majd Bethlen a kormánypárttal egyesült a kisgazdákkal. Azért, hogy szavazóbázisát megtartsa, törvénytelen módon az 1922-es választásra egy új választójogi rendeletet adott ki, ami kijelentette, hogy vidéken nyílt szavazást kell tartani. Emiatt sokan nem mertek nyíltan mások előtt az ellenzékre szavazni, így 1922-ben újra Bethlen alakíthatott kormányt. Valódi demokrácia ezért nem jött létre a hatalom megszilárdulását követően sem. A kormányzói hatalom nőtt, a kormányzó jogkörén is bővítettek, ami így majdnem egyenlő volt a régi királyi hatalommal. Horthy így kapott jogot arra, hogy a parlamentet bármikor feloszlassa, a miniszterelnököt ő bízta meg, de egy szavába kerülhetett és le is válthatta. 1927-ben létrejött az olasz-magyar szerződés, amiben az olaszok is elismerték, hogy a békeszerződések pontjait újra kell vizsgálni. Magyarországot ebben az időszakban más ország nem támogatta a revíziós törekvéseiben. Az ország felbomlása és a forradalmak miatt a gazdaság romokban hevert. A Népszövetségbe való felvételt követően hazánk elég kölcsönt kapott ahhoz, hogy gazdaságát újra be tudja indítani. A pénzügyi stabilizáció jegyében új valutánk lett 1926-ban. Az elértéktelenedett korona helyére a pengő került.